Itt vagyunk Budapesten, Káposztásmegyeren, a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnáziumban, és a kishős csapat van itt, akikkel együtt próbálunk tenni a közöny ellen. Két évvel ezelőtt olyan dolgok történtek velem, ahol így azt éreztem, hogy na most valamit most már tennem kell a közöny ellen. Ekkor jött a képbe számomra a Hősök Tere tréning, ekkortájt indult ez az országban, láttam az újságban, hogy ó, tanároknak tréninget szerveznek, egy az egybe be tudtam hozni a mi projektünkbe. 9. korunkban indult egy projekt héttel, ennek az volt a címe, hogy Tégy a közöny ellen. Engem ez a téma akkor nagyon megfogott, bementem az osztályokba, és elmondtam az embereknek, hogy csinálnék egy ilyen szakkört. Azt kellett tettetnem mondjuk a Moszkva téren, hogy elájulok. És akkor azt vizsgáltuk, hogy az emberek oda jönnek-e segíteni, hány perc múlva, vagy kikerülnek-e. Hajléktalanoknak vittünk ételt, voltak olyan projekteink, amiben az iskola is részt vett, tehát bevontunk külsősöket is, és ezáltal ez egy ilyen nagyobb dologgá is alakult. Volt egy olyan élményem, hogy leszálltam a villamosról, nagyon sokan voltak, és egy bácsi elejtette a pénztárcáját, és rengeteg apró szétgurult. És egy ember nem ment oda, hogy figyeljen, segítek, vagy valami, és én fordultam vissza már, nem tudom, ilyen 20 méterről, hogy jaj, szegénykém, alig bír hajolni. Nekem az egyik legjobb élményem az volt, amikor sikerült megszerveznem a cipős doboz akciót. Erről gondolom sokan ismernek, és mi is beszerettünk volna bekapcsolódni, és ezt iskola szinten sikerült megszervezni, és rengeteg ember hozott játékokat, kistesúi, akik már nem használják, plüssállatokat. Megmozdítani más diákokat. Nem annyira egyszerű szabadidőben, mindenkinek van délutáni programja, általában edzés, akármi. De én érzem, hogy sok emberben megvan a tenni akarás, és hogyha már egy tervvel megyünk oda hozzájuk, és nekik csak csatlakozni kell, akkor elég sokan hajlandóak erre örömmel. A gyerekekben megszületett az az igény, hogy ezt most itt ne hagyjuk abba. Akkor azt mondtam nekik, hogy rendben, de hogy én nem szeretnék ennek a motorja lenni, de bármi mellé odaállok, amit ők kezdeményeznek. És hogy ez a kezdeményező készség megszületett a gyerekekben, nekem ez volt a legfontosabb hozadéka magának a Hősök Tere tréningnek és projektnek. Én ettől az egész projekttől, közösségtől jobban érzem magam. Az, hogyha én érzem magamon azt a fejlődést, hogy már több helyzetben is tudtam én lenni az az egy, aki odalép. Nekem abban segített, hogy sokkal bátrabb legyek, és ne foglalkozzak azzal, hogy a többiek mit gondolnak. Azáltal, hogy ilyen dolgokat csinálunk, és különböző szituációkban megpróbáljuk a legtöbbet nyújtani, amit mi tudunk, számomra, de szerintem a többieknek is ez tudatosult, hogy ez nagyon fontos, és egy ilyen megerősítést kaptunk, hogy ez abszolút jó, és ezt folytatni kell. Nekem igazából az az érzés, amit én is kapok tőle, hogy segítek neki. Nekem ez, ami nagyon jó, és nagyon fontos.